A székelyudvarhely ivóvizét biztosító nagy küküllő a hatalmas szárazság ellenére is el tudja látni a város szükségletét, köszönhetően az etevárajai víztározónak, ahonnan naponta folyamatos mérések alapján engednek ki vizet, mondta el híradónknak Ádám Mózes, a vízügyigazgatója. A környező falvakban, ahol más forrásokból kapják az ivóvizet, vannak ugyan gondok, de udvarhelyen, ha tovább is tart a szárazság, akkor sem lesz vízhiány. A küküllő és a zetalaki gát az székelyudvarhely számára egy biztonságot jelent. Nincsen az a veszélye, hogy a megfelelő mennyiséget nem tudnánk megtisztítani vagy biztosítani székelyudvarhely számára. Őkei Erika továbbá elmondta, a küküllő tisztentartása segíthetne a környező falvak gondjain is, hiszen akkor könnyebben tudnák ivóvízként használni. A vízügy nagyon foglalkozik most a szárazság miatt a vízállománnyal, állatállománnyal. Mindenkit felkérnek, köztük minket is, hogy ellenőrizzük a kiengedett vizeknek a minőségét. Nagyon oda kellene figyelni, és ugyanúgy, ahogy a gátnál is odafigyelnek, a küküllő élővilágának az egészségére, a megőrzésére, és ugyanakkor a környezetünknek a táplálására is már ivóvíz szempontjából. Bár az etevárajai víztározónál szemmel láthatóan csökkent a vízszintje, még jóval a kritikus pont fölött van. Az országban viszont a Duna szintjének csökkenése fennakadásokat okozhat többek között az áramtermelésben. Bukarestben attól tartanak, hogy le kell állítani az ország egyetlen atomerőművének, a Csernavodai erőműnek az egyik reaktorát, ha a Duna szintje tovább apad. Az állami áramszolgáltató társaság, a Hidroelektrika, amelynek termelése 40%-a a Dunától függ, pedig bejelentette, hogy kénytelen lesz csökkenteni az áramellátást.